2006-ban indultunk el először a választáson, de akkor még nem létező pártként, és akkor a jelöltenk is kettő farkú kutyák voltak. Akkor csak kampányoltunk, és 2010-ben már volt három igazi ember jelöltünk is. Most 2014-ben, most időben elkezdtük az egész felkészülést, az aktivista szervezést, és most hát valószínűleg elég sok jelöltünk lesz, és hát megpróbálunk egy minél nagyobb vicces kampányt csinálni majd. Én a párt egyetlen elnökségi tagja vagyok, hárman vagyunk az elnökség, és hát én vagyok a tag. De egyébként az alapítás óta nyomon követem a pártnak az alakulását. Akkor az egész kutyapárt folyamatosan úgy alakult, ahogy a körülmények hozták, nem volt sose előre igazából kitalálva semmi. Az, hogy az egészből lett valami, az is csak azért van, mert én abból kiraktam 7 éve, nem tudom, 15-20 plakátot, csak aztán sokan megírták, sokan örültek neki, írtak e-mailt, hogy de jó, elkérték a plakátokat, elkezdtek mások is nyomtatni, lettek aktivisták. Tehát igazából nekünk tök attól függ, hogy a párt mit tud csinálni, hogy tényleg mennyien akarnak velünk ezen dolgozni. Nyilván egy országos kampányt akkor tudunk csinálni, hogyha erre van 500 vagy 1000 vagy nem tudom mennyi aktivista. Ígérgetni meg gyakorlatilag bármit meg tudunk, tehát hogyha van valami, ami konkrétan nektek fontos, akkor azzal foglalkozunk egy kicsit, megígérjük. Nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert mi igazából bármit meg tudunk ígérni, úgyhogy mondhatjuk, hogy nekünk a nép írja a programunkat. Egyébként így is fog valóban működni, tehát most elkezdtük létrehozni a helyi szervezeteket, ahol van elég aktivista, hogy Szegeden, Debrecenben, Pécset, Miskolcon, stb. Majd, hogyha hatalomra kerülünk, akkor sokkal könnyebb lesz részeredményeket is elérni, úgyhogy szerintem most egyelőre szavazatokat kell gyűjteni. És igen, annak lehetne értelme, hogy akár egy-két embert bejutatni a parlamentbe, aki ott benne ugye ezt a viccelődős vagy vicceset fajta kritikát megpróbálnak folytatni. Kutatjuk, hogy mit akarunk. Ez egy nagyon-nagyon széleskörű kutatás. Most például éppen egy igénylapot szerkeztünk. Ez a tábornak ugye egyrészt célja is, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, hogy mit szeretnénk. Igen, most 10-nél kevesebb ügyvéd van mellettem, és ilyenkor nehéz erről nyilatkozni. Ne jegyek meg, hogyha itt a háttérben ezt a kutyát látják, nem fogjuk felgyújtani, csak tűzjutási tilalom van, és azért kerül ide a tábor tűzkerületére ez a kutya. Mi már végig is megvalósítottuk az ingyen sört, de lopkodják. De többen találkoztunk itt a táborban is már az ingyen sör, az én kezemben is volt már ingyen sör, aztán eltűnt. De van egy aktivista regisztrációs lap a honlapunkon, és akkor azt ki is töltötték 800-an most egy hét alatt, és akkor ott bárki jelentkezt, és utána őket értesítjük nyilván mindig a aktuális események. Itt az a szép kis nép, az is egy jó kis részeredménye. Nem tudom, a jelen politikai pártok sokat nem járultak ahhoz hozzá, hogy a nép az kedves legyen, aranyos, okos és vidám, meg még vicces is. A mi népünk az teljesen rendben van. Jöjjenek a kutyapártos táborba, bár lehet, hogy ez már késő, de majd nem tudom, időgépet is ígérünk a kampányba, és gazda utolag eljöttünk a táborba. Hát itt ez a pici ország, egész gyorsan látszik, hogyha mozog és történik valami. Igaziból egy picit ezt is akarjuk mutatni ezzel az egész párttal, hogy nem kellenek ahhoz milliók, hogy az ember kampányolni kezdjen, pártot alakítson. Végülis igaziból az állampolgároknak ehhez joguk van. Megpróbáljuk ezt demonstrálni, ezt a jogunkat. Hát nem hiszem, hogy jövőre azért átvennünk az ország irányítását, az még az megy 5-9 év, vagy arra még egy kicsit még kell várni szerintem. Szavazzanak ránk! Neobird TV. Több, mint hír. És igazán szeretem. Komolyan, de ettől most már én is ilyen... De te nyugodtan legyél hozzá közelebb, tehát ha te egy helyben vagy, én hozzá igazán. Jó, rendben, nem megyek akkor. De nem is menjünk utána. Oké, maradok akkor, csak szóval, hogy kellene egy ilyen lábnyom. Egy helyben, igen. Jó, rendben.